Elfoglalja a munkahelyemet? Pillanatra, gyere ide, itt a világ első bioinformációs, háromdimenziós táblája. Tessék, menjél oda, Duna, rövid táv, kérdezz valamit. Merre megy a pálya? Pilisszent László felé megy a rövid táv. És hány kör van a rajt? 10. És mikor van a gyerekverseny? A gyerekverseny délelőtt lesz, ugyanezen a helyszínen. És hány női induló van? A női indulók számát még nem hozták meg a kompjúternek. Ah, itt van az információ. Százassal megy? Igen. Jó, százassal megy. Jó. Kérdeznék. Figyelek. Jó, érdeklődik, hogy középrövid hosszú távon az indulók, amikor eláznak, akkor mivel lehet készülni, hogy kapnak ők meleg teát esetleg, vagy ilyesmi? Holnap az időkép szerint meleg idő várható, esőt nem várunk a pályán. De akkor túl meleg lesz, nem? Igen. A túl meleg nem jó. A túl meleg az sose jó. Szólunk a villanyszerelő bácsinak. Figyelj, kérdezzél már valamit itt, hogy merre megy a pálya, vagy... Nem tőlem, az információs táblától. De miért én? Hát, mert te jöttél mert te, erre. Legalább. Persze. A hármast kell kérdeznem? Igen. Dobogó kő felé szeretnék menni biciklivel. Hogy tudok menni? Hosszú eserő középtáv is fölmegy, dobogó körre a hosszú táv kétszer érkezik fel. Jó, és Pilisszent László? Pilisszent László mind a három táv áthalad, és frissítő állomás is található rajta. Jó, és az egyes ponton mi van? Mert nem tudom elolvasni. Az egyes pont az a rövid távnak az egyes pont, az egyes kör az a rövid távnak a köre. Köszöntem.